A csecsemőkor végét jelentő időszak nagy várakozása, hogy a gyermek megtegye első önálló lépéseit. Ha a korábban is kisé lassabb ütemben fejlődő gyermek kapaszkodva feláll, de még nem jár, és egyébként a vizsgálatok során minden rendben van, nincs ok az aggodalomra. A fejlődési mérföldköveknél, így az önálló járásnál is lehetnek kisebb egyéni eltérések. Ha a mászás szimmetrikus, az izomtónus normális, valamint a szülő és a védőnő sem észlelt eltérést a pszichomotoros fejlődés egyéb területén, akkor a gyermek jól fejlődik. A járás is meg fog indulni, ha szabadon gyakorolhatja a felállást és az oldalazgatást. Ebben az időszakban a legtöbb csecsemő jellemző mozgása a kúszás vagy mászás. Ez a mozgásforma a leggyorsabb, legügyesebb helyváltoztatás, amelyel bárhová könnyedén eljut. Bútorokba kapaszkodva feltérdel, azután feláll. A felállás olyan helyen sikerül először, ahol jól meg tud kapaszkodni. Az önálló, készfogás és kapaszkodás nélküli felállást és megállást is elkezdi gyakorolgatni. Ha akadályokon kell átjutnia, még inkább a mászást választja, ez a legbiztonságosabb a számára. A lakás összes terét felfedező gyermek állandóan mozgásban van, játék magával hurcolja. Állóhelyzetből a földön lévő játékot felveszi. Menet közben eltereli figyelmét egy, egy érdekes esemény vagy dolog. Amellett megáll, figyel, felfedezi annak újdonságait, majd újból tovább indul. Eközben a tárgyak tulajdonságairól alapos benyomásokat és tapasztalatokat szerez. Kipróbálja, melyik eszközzel tud nagyobb zaj csapni, melyek a veszélyes helyzetek. Abban leli örömét, hogy a tárgyakat kirámolja a kosárból, a dobozból, és néha már megpróbálja belerakni a kisebbet a nagyobbba, vagy fordítva. Kezei annyira megügyesettek a manipuláció során, hogy a szem-kész koordináció megbízhatóan kialakult. Egy kézzel pontosan nyúl bárhová. Egyik tárgyat felveszi, megnézi, eldobja, majd elővesz egy másikat. Egyszerre több játékkal is játszik. Rámutat mutató ujjával, ha valamit nagyon szeretne, de nem éri el. Ismert tárgyakat megkeres a lakásban. A ceruzát, krétát markolva fogja. Járkálás, mozgás közben jó játéknak tartja, hogy elbújik valahol vagy valami mögé. Kíváncsi rá, hogy szólongatják-e, amíg meg nem látják. Szereti a huncutkodást. Kérésre odaadja a játékot. Egy éves korra kialakul a tárgy állandóság. A felnőttel tartja tekintetét, figyel rá. Örül a bíztatásnak, dicséretnek. Mozdulatokat utánoz, fejével bólogat, kezével integet, pacsitad, tapsol. A darabos ételt a szájába teszi, ínyek között tovább aprítja. Jól harap. Kanállal jól etethető. Néha előfordul, hogy iváskor oldalt kicsorog a folyadék. Szopás közben saját fejét simogatja, majd anya ruhájával, nyakláncával játszik, de jól esik anya kezét is fogni. Öltözéskor, vetkőzéskor, rövidebb időre együttműködő, ugyanakkor könnyen kizökken, ha más érdekes dolog kelti fel figyelmét. Félelem érzete még nincs, váratlan nagy mozgásai veszélyt jelenthetnek. A régen megszokott, hagyományos testhelyzeteket már nem kedveli. Nem tetszését elutasító mozdulatokkal, hangadással fejezi ki. Fürdéskor szívesen játszik, jó lesik a fürdés, a meleg víz, a szappanozás. Figyel anyja minden mozdulatára, elfogadja, ami vele történik. Biztonságosan ül a kádban. A fürdés utáni törülközés, öltözés már türelmetlenné teszi. Panaszos hangadással kifejezi fáradtságát, álmosságát. Anyakarjában vállán megpihen, finom ringatás közben elalszik. A kiságyba érkezés után még félállomban kedvenc oldalára fordul, egyik kezével a másikat fogja. Így már könnyen elalszik.